Forog, így, még jó. Azt nézzük már meg, hogy működik-e egyébként. Vaj, wow! Jó, azt megvan, hogy ez az egy darab rúgó tartja össze az egészet? Élőben vagyunk? Pillanat. Nem az egy darab rúgó tartja. Figyeljetek, mert mindjárt adásban vagyunk. Mis itt közben, mert a... Igen, hello. Élőben az IGTV-n követhetitek. IG. Élőben vagyunk, sziasztok! Szóval ott tartottunk, hogy nagy nehezen összeszereltük ezt a nevű dobozt, amire rászereltük a Parkside nevű Super Angel Grinderjét, amivel lehet angyalokat darabolni, és erre gyémánt bevonatú cuccokat szereltünk. Közben mondom mindenkinek, hogy történelmi pillanat, élőben povos felvétellel követhetitek majd le ezt a mai vágást. Misi, rád megyek, összedugja, bedugja az áramot, és most megnézzük, hogy ezek a gyémánt fejű Super Parkside korongok hogyan vágnak. Papírt! Hát papírt első körben, aztán van itt még, ahonnan ez nagyon fontos. Mert ugye ez az a távcsövünk, amivel ugye közeli adásokat lehet nézni csőkamerában. Úgy, sziasztok! És ez az, amit már egyszer méretre vágtunk, és utána egy tűzőgéppel összetűztünk. Úgyhogy természetesen ennek most is eldöntöttük, azt is eldöntöttük, hogy teljesen öncélú vagdosást meg azt nem csinálunk. Úgyhogy itt ez most szögvágás minden, lesz. Itt most így mindennek célja van. Ennek is célja lesz. Majd később megtudjátok, hogy mi. Gyémánt szagot érzek. Gyémánt szag, igen. Gyémánt szagot, ez miért is kell? A papírról szerintem. Ez egy gyémánt vágó, ha papírt vágunk. Ez a hangulat. Vágással. Hú, ennek még a leállítása is hangos. Jöhet a következő. A kutyateszt. A kutyateszt? Most ezt a kutyát fogjuk tesztelni az angyalvágóval. Közben... Az egésznek ugye a célja több szempont. Én most átlejek félig operatőrbe is. Azért fontos, hogy ezt így pontos, csináljuk. Pontos vágó, ugye? Hogy ez pontos, nagyon pontos a vágó. Igen. Másrészt pedig, hogy ugye a saját kezünket megóvjuk, leginkább a Csaba kezét megóvjuk attól, hogy ilyen levágja. Igen. Úgyhogy indulhat a kutyavágás. Szerintem a kutyateszt is sikeres volt, legalábbis szikrázott és eltűnt a tányér alja. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó berendezés. És utoljára én ezt a glút hoztam, hát ugyanis minek? Nem, mert elmondom neked, hogy mire való. Ha nincs nálatok glú pisztoly, az hülyeség. Azért akarom, mutatom, hogyha nincsen nálatok glú pisztoly, kapcsold be. De mert én ezt már teszteltem az összeszerelésnél, de szükségetek van arra, és az így megolvadt hot glue-val gyönyörű szépen már is tudjátok a ragasztási folyamatokat végezni. És egyébként ott látjátok, tesz a gyémántvágónak és is, mert oda alapvetően egy védelmet ad neki. Egy ilyen védő réteg, borítás is azt visszaadja. És most megmutatom nektek, hogy a ide beesett kutya védőt pedig ezzel a hot glue-val fel tudjátok ragasztani. Úgyhogy nem kell külön hot glue-t használni, hanem ezzel ezt a feladatot is el tudjátok végezni. Úgyhogy ez volt a mai álványos angyal daráló adásunk. Második fele. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Történelmi pillanat, nézzétek meg Instán a közvetítésünket, amit a Melbimbommal csináltam. Sziasztok!